December 2-án tartották a Kárpát-medencei disznótoros főzőversenyt 34 csapat részvételével. Valódi zsibongással telt meg a sportiskola tornaterme. Kis és nagy gyermekek játszottak önfeledten a szombati rendezvényen. Tegnap közösen gyújtották meg az első gyertyát Gyergyószent Miklós adventi koszorúján a város főterén. Köszöntöm nézőinket, december 4-én jó estét kívánok! December 1-én kezdődött el a Szent Miklós Napok rendezvény sorozat. A programok sorát többek között a 8. alkalommal megszervezett Kárpát-medencei disznótoros főzőverseny nyitotta. A szombati esemény iránt nagy volt az érdeklődés a kilátogatók részéről, de szép számban voltak benevező csapatok is. Összesen 34-en főztek, leginkább hagyományos disznótoros ételeket. Emellett többen beneveztek a sütemény, a kocsonya és a száraz, valamint füstölt hústermék mustrára is. 8. alkalommal szervezték meg a Kárpát-medencei disznótoros főzőversenyt a Szent Miklós Napok keretében. A szervezők ezúttal is igyekeztek tenni annak érdekében, hogy az időpont és a helyszín is a legmegfelelőbb legyen a program lebonyolítására. Ezért idén is szombaton, december 2-án tartották meg a Sétáló utcában. A disznótoros ételkészítő megmérettetés, kocsonya, sütemény és száraz húskészítmények szalonnák mustrájával egészült ki. A főzőversenyre idén 34 csapat nevezett be, a helybéliek mellett máshonnan érkezők is voltak. A Gyergyószent Miklósi Kolping Család Egyesület csapata csülkös pacalpörköltet készített, de benevezték az általuk készített sonkát, különleges kolbászt és oldalast is a kamra mustrára. A titka attól lesz, hogy a csülkököt külön meg kell perzselni, a pacalt külön meg kell pucolni, mindent össze kell dolgozni, és még sok munka van vele, amíg ide ér az üsbe. Hányan dolgoznak, hányan segítkeznek itt a csapat? Ketten vagyunk a főszakácsok, de azon kívül vagyunk még 30-an, akik segítkeznek. Egy kézre dolgozunk, együtt vagyunk, egy csapatot képviselünk. Meg szoktuk beszélni mindig, mielőtt főzünk, hogy mit főzünk, és mit kell vele dolgozni. Megosztjuk a munkát úgy, hogy mindenkinek jusson, és akkor, mikor összeállítjuk, akkor mind a ketten itt vagyunk, és egy helyen dolgozunk, egy kézen dolgozunk. Több éve visszatérő csapat a Gastro Team. Sármány Ervin beszélt arról, hogy honnan érkeztek, és mit készítettek ez alkalommal. Somorjáról jöttünk, Szlovákiából, Bozsontól 15 kilométerre, egy magyar kisvárosból. 9 tagú a csapatunk, és csalóközi hagyományos disznótoros káposztát főzünk. Mi kell erről az ételről tudni, mi minden van benne, mitől lesz ez különleges? Azért lesz különleges, mert hagyományos módon csináljuk, tehát a húsfőzéssel kezdtük tehát az egész folyamatot, és a húslébe fogjuk párolni a káposztát, a húsokat szétválogatjuk, felszeleteljük, és újra visszakerül a katlamba, és még kicsit meg fel lesz tuningolva néhány kiegészítővel, de mindent nem árulhatunk el, meg kell kóstolni. Első alkalommal vannak így Gyergyószent Miklóson? Nem, már legalább 10. alkalommal, úgyhogy szívesen járunk ide, mert szeretnek itt minket, és mi is szeretjük a gyergyóiakat. Milyennek tűnik a rendezvény maga, és az ideit akkor? Hála Istennek jó a hangulata, és elállt a havazás, aminek különösen örülünk. Itt nagyon sok ember látogatott ki, úgyhogy sokan megállnak a standunknál, és már nagyon várják, hogy készüljön el a kajánk. Szakács Magdolna, az erdélyi ízőrzők lovagrend tagja, a Csíkszépvízi Faluvégi Menyecskék csapatának volt a főszakácsa. A csapat a sütemény mustrára is nevezett. Csíkszépvízről jöttünk, a Faluvégi Menyecskék csapata. Mindannyian egy munkahelyen dolgozunk, és innen jött a csapatnak a neve. Miért döntöttek úgy, hogy eljönnek Gyergyószent Miklósra a főzőversenyre? Egy dolog az, hogy meghívást kaptunk két alkalommal, mivel tavaly nyertük a Csíkszentmiklósi Kolbász Fesztivált, aminek ez az ízőrző lovagrend a társszervezője, vagyis a zsűrije, és ugyanakkor a konyhák csatáján is első díjat nyertünk, és akkor is meghívást kaptunk, de a tavaly nem kaptunk meghívást, és úgyis itt voltunk. Színvonalos szerintem a verseny. A tavaly a leves kategóriában nyertünk első díjat, és a szabad tűzi lovagrendnek a külön díját. Az idén mit főznek? Az idén is főzünk egy káposztalélevest, és egy mocskos tokány puliszkával és hordós savanyúsággal. Hogyan készül ez az étel, ez a két étel?
A káposztali levás, hát azt zöldségekkel, úgy, mint hagyma, murok, petrezselyem, és az idén egy kásás hurkával fogjuk készíteni. A tavaly borzsovai módra nokedlivel készítettük a levest, a mocskostokány pedig a úgy, ahogy a mészáros beadja, szerintem minden kapja a nevét, hogy mocskostokány, ahogy beadja, semmiféle mosás, tehát vízzel nem érintkezik. A nyakkarajból készítsük, az ízesítése só, bors, fokhagyma és paprika. Ennyi. A Faluvégi Menyecskék süteménye egyébként elnyerte a Brindás János vezette zsűri tetszését, hiszen számukra a második helyet ítélték oda. A Salamonos mini ízvarázslók nevében nyilatkozó Péter Gellért beszélt arról, hogy honnan kapta a csapat a nevet, és hogy mit főznek. Ekkor Gellért még nem tudta, hogy később a zsűrinek olyannyira ízlik majd a káposzta lélevesük, hogy a leveses ételek kategóriájában ők nyerik el az első helyezést. Igazából ezt a nevet az iskola találta ki, mi csak tovább visszük, úgyhogy ez hagyomány. Miért jelentkeztetek ti az idén a versenyre? Azért jelentkeztünk mi a versenyre, mert úgy éreztük, hogy jó, hogyha mi képviseljük az iskolát. Eddig hogyan zajlik a verseny, hogyan láttátok, hogyan érzitek ti magad? Hát nagyon jól az étel, és körülbelül kész van, úgyhogy már 5 perc lehet, hogy levisszük a zsűrinek. Mit főztetek? Káposztalélevest. Ez hogyan készült? Összevágtuk a húst és a zöldségeket, beleraktuk, megdíszteltük hagymával, feltöltöttük, beraktuk a húsgombócot, főztük addig, ameddig az ízek összefőttek, most töltöttük bele a káposztalét a legvégén. Mitől lesz ez különleges, hogyan érzitek? Mivel szeretnétek meggyőzni a zsűrit, hogy ez jobb lesz, mint a többi? Beleadtuk szívünket, lelkünket, szerintem ezen múlik az egész. A zsűrinek nem volt könnyű dolga. Simon Tamás, a Magyarországi Szabadtűzi Lovagrend nagymestere beszélt az elkészült és addig megkóstolt ételekről. Nagy szerencsénk van, mert nagyon sok helyi specialitással, erdélyi jellegzetességgel találkozunk. Ugye az erdélyi konyha az egy teljesen speciális, teljesen különleges konyha. Ez az, amelyik leginkább megőrizte az évezredes magyar gasztronómiai hagyományokat, és most ezekkel az ételekkel találkozunk. Szerencsére nehéz dolgunk lesz. Eddig kóstoltak közül mindegyik kedvencem volt. Van egy-két nagyon, nagyon jellegzetes disznótoros étel, egy káposztás étellel találkoztunk külön, amit megemlíthetek, hogy az eddigiek között a csúcs. Simon Tamás azt is elmondta, hogy mi mindent vettek figyelembe a zsűrizés alkalmával. Ó, szinte mindent. Íz, illat, állag, konzisztencia, összhatás, terítés. Elmondtuk a csapatoknak a terítésről is, hogy a magyar ember először a szemével eszik. Tehát lényeges a csomagolás. Azt a példát mondtam a csapatoknak, hogy gondoljanak az anyatejre, ott is a csomagolás a lényeg, nem maga az anyatej. Itt is a terítéssel fél sikert lehet elérni. Az ítészek döntése szerint a 8. Kárpát-medencei disznótoros főzőverseny és süteménymustrán leves kategóriában, tehát a helyi salamonos mini ízvarázslók lettek az elsők. A káposztás ételek kategóriájában Magyarország csíkszeredai főkonzulátusának főkonzulátusi fakanálforgatók és konyhatündérek csapata végzett az első helyen. A húsos ételek készítői közül a pusztavámi vatkanok lettek a legjobbak, akik kiemelt fődíjként a vándorserleget is elnyerték. A süteménymustrán a Gyergyószánt Miklósi Benkomix csapata jeleskedett. Nekik ítélték oda a legfinomabb süteményért járó első díjat. A szervezők egyébként korábban elmondták, hogy a főzőverseny olyannyira sikeres és olyannyira a Szent Miklós napok stabil, szerves részét képezik, hogy a jövőben fesztiválként hirdetik majd meg, hiszen méltó arra ez a rendezvény, hogy ne csupán versenyként legyen a program kínálatban megjelölve. A Szent Miklós napok rendezvény sorozat keretében szervezett Kárpát-medencei disznótoros főzőversenynek, mint minden évben, ezúttal is volt jótékony célja, ugyanis a résztvevő csapatoknál egy-egy adománygyűjtő doboz volt kihelyezve, amelyekbe az odalátogatók tetszés szerinti összegeket ajánlhattak fel egy-egy tál étel ellenében. Ez alkalommal jelentős mértékű adomány gyűlt össze, mintegy 3036 lej és 37 banit ajánlottak fel az adakozók. A pénzt ebben az évben a Napsugár az Esőben alapítványnak ajánlják fel a szervezők. Az adományt a napokban adják át az értelmi sérülteket foglalkoztató napközinek. A Szent Miklós napok rendezvény sorozat egyik hiányossága, hogy kevés olyan program van, ami kimondottan gyerekeknek szól.
A szombaton a főzőversennyel párhuzamosan rendezett zsibongó azonban ezt igyekszik pótolni, lehetőséget kínálva a gyerekek zárt térségben kézműveskedjenek, játszanak. Idén Szent Miklós püspök is ellátogatott közéjük, mesét mondhattak neki, énekelhettek, beszélgethettek vele a jelenlévők. Tekintettel a hűvös és eléggé szélsőséges időjárásra, a gyerekprogramokat idén is egy barátságos, meleg helyiségben, a sportiskola tornatermében tartották. Ide vártak szombaton 11 órától minden ünnepre készülő gyereket és szüleiket. A rendezvény ezúttal is nagyon sikeres volt. A Gyergyó-Szent Miklósi Művelődési Központ és a Fészek, a Gyergyói Édesanyák Egyesülete közösen szervezett ebben az évben is rajzkiállítást, Hogyan készüljünk az ünnepre címmel. A közel 200 rajzot mindenki megtekinthette a zsibongóban. A nagyobbak több asztalnál is kézműveskedhettek. A Halvirág Bábszínháznál például hómanót, a fenyőmagosoknál karácsonyfát, a fészeknél hóembert és angyalkát lehetett készíteni, de volt, ahol karácsonyi képeslapot vagy más díszt alkothattak a gyerekek. A kisebbek nagyon örültek annak, hogy három matracon elhelyezett építőkockákkal és más játékokkal játszhattak. Volt arcfestés, ellátogatott közéjük Szent Miklós püspök, hangulatos zene szólt, igazi kikapcsolódási lehetőséget nyújtva a gyerekeknek, sőt a szülőknek is, akik még csemetéjük alkotott, az ismerősökkel beszélgethettek. Több százan vettek részt a zsibongó rendezvényén, egymást váltották a gyermekek, tehát igazi zsibongás jellemezte a programot szombaton délután 3 óráig. Sok extrával, dobduóval, születésnapi köszöntővel koncertezett Gyergyó-Szent Miklóson a magyarországi Zanzibár zenekar szombaton este. Az együttes több mint 1 órás koncertjére sokan kilátogattak. A székelyföldi lovas ünnepről elmaradt koncertet pótolta a Szent Miklós napok keretében a magyarországi poprock együttes, a Zanzibár. A csapat 1999 elején alakult meg, 3 másik ceglédi együttes néhány tagjából. Sidlovics Gábor József, Nagy Gábor, Steklács Miklós és Kovács András Dónát akkor még énekest kerestek. A történetük szerint az akkor még rendőrként dolgozó Terecskei Rita igazoltatta a szilveszteri buliból hazatartó autó utasait. Rita elengedte a fiúkat, ezért akkor persze még csak viccből énekesnőjük kifogadták. Másnap este egy szórakozó helyen Sidi és Gapszi énekelni látta Ritát, és akkor a fiúk úgy döntöttek, hogy Ritát tényleg felkérik arra, hogy a Zanzibár énekesnője legyen. Az együttes nevét Sidi bátyja ajánlotta a figyelmükbe, pontosabban Vámos Miklós Bár című könyvét, amiben szó esik egy 2 világháború között létezett Zanzibár nevű budapesti szórakozóhelyről, ahová zenészek, színészek, bohém figurák jártak szórakozni. Valamint szó esik Zanzibár szigetéről is, ahol jellemző a napsütés, a vidámkodás. Ezért volt szimpatikus számukra ez a név, és persze azért is, mert jól cseng. Az együttes nem első alkalommal járt Gyergyóban. Szombat esti Gyergyó-Szent Miklósi koncertjük emlékezetes volt. Maradandó volt egyrészt azért, mert a közönség egy dobduót is láthatott. A koncerten születésnapot is köszöntöttek az együttes tagjai a közönséggel. Azt szeretnénk mondani a zenekar nevében, meg szerintem a kedves közönség is, hogy holnapra nagyon boldog születésnapot kívánunk. Elmondanám Dixi papáról, hogy ő a mi sofőrünk, tehát ő vigyáz a mi testi épségünkre. Én már nagyon-nagyon sok kilométer van a lábában, kezében, közben dobtechnikus is, és hát 1000 éve ismerjük mindannyian, és nagyon szeretjük, úgyhogy
Csináljunk már egyet, hogy boldog szüli. Az együttestől nem csak új dalokat hallhatott a közönség, hanem a korábban rögzített, jól ismert számokat is együtt énekelték a zenekarral. Nyolcadik alkalommal gyújtották meg közösen Gyergyószent Miklós lakói a város főterén az adventi koszorú első gyertyáját. Ezúttal a szociális tevékenységet végző szervezeteket kérték fel az adventi üzenetek tolmácsolására, az egyetemes könyörgések felolvasására és a gyertya meggyújtására. A láng gyertyáról gyertyára járt, és ezt a kis fényt mindenki hazavihette otthonába, hogy tovább adhassa az ünnep idején. Vasárnap este megtelt a főtéri park rendezvénytere. A közös gyertyagyújtásnak mára már hagyománya lett Gyergyószent Miklóson, és a legtöbb család igyekszik részt venni rajta. Advent vasárnapjain igyekszünk egy kicsit elfelejteni a sérelmeinket. Szeretnénk egy kicsit túllépni önmagunkon, kicsinyességeinken, elvárásainkon, és egy kicsit jobban megnyitni a szívünket annak, aki 4 hét múlva közénk jön, és kopogni fog a szívünk ajtaján, a családunk ajtaján, a városunk ajtaján. Az ipartestület férfi kara 2 énekkel tette még ünnepélyesebbé az eseményt. Sötétben járunk, hajnalra várunk, jöjj el Istenünk. Nagy Zoltán polgármester kiemelte, fontos az előkészület, és hogy felidézzük magunkban, újra megtanuljuk, amit gyermekként természetes volt, hogy igaz szívvel, jó cselekedettel várjuk az ünnepet. Az egyház ezért adta segítségül az adventi időszakot, hogy felhívja rá a figyelmünket, ünnepelni csak a zsongástól kiüresedett szívvel, megtisztított lélekkel és környezettel érdemes. Különben nem lesz egyéb a karácsony egy varázsát vesztett napnál, amiről nem veszük észre, hogy mi magunk tettük azzá, ami. Mindannyian, idősek és fiatalok egyaránt, arról nosztalgiázunk, hogy gyerekkorunkban milyen igazi volt az ünnep, hogy megvolt a varázsa és a csillogása. És természetes, hogy megvolt, mert a gyerekeknél senki nem várja izgatottabban az ünnep érkezését. Az adventi koszorú első gyertyájának ünnepélyes meggyújtásán Tökés Bence Zsuzsánna unitárius lelkész és Gál Hunor örmény katolikus plébános mondott lélekmelegítő beszédet, majd közös imára hívták a jelenlévőket. Advent útjára léptünk, a várakozás kapuja nyitotta meg ajtaját mielőttünk. És ez az út vezet bennünket, hogyha igazán lelkünk mélyén levő igyekezettel is próbálunk azon járni karácsony felé, akkor lelkünkbe fogadhatjuk az igaz fényt, melegséget, békét. Advent bennünket csendre hív meg. Akkor, amikor fényben úszik körülöttünk minden, akkor, amikor hangos a világ zaja, advent bennünket csendre hív meg, hogy felfedezzük és rátaláljunk életünk nagy gazdagságára, nem másra, mint az Istenre. És ezt nem csak most kell tegyük, hanem életünk minden egyes napján, minden egyes percében. Én hiszem azt, hogy a ma esti gyertyagyújtási együttlétünk
talán tényleg megsejteti velünk azt, hogy van más valami fontosabb is az életünkben, van más fontosabb is, és az nem más, mint az Isten. Ezúttal az önkormányzat szociális osztályának munkatársai olvasták fel az egyetemes könyörgéseket és az advent első hetének napjaira szóló üzeneteket, majd meggyújtották az adventi koszorú első gyertyáját. A lángot gyertyáról gyertyára adták tovább a tömegben, sokan vitték magukkal otthonaikba. December 10-én a női kórus lép fel, a Caritas munkatársai gyújtják meg a gyertyát, és Korom Imre, a munkás Szent József templom plébánosa, és Bíró Sándor, református lelkipásztor osztja meg gondolatait a jelenlévőkkel. Ez volt már a Fénypont, de felhívjuk kedves nézőink figyelmét, hogy a Szent Miklós napok programja folytatódik. December 5-én, holnap 11 órától tartják a dísztanácsülést, ahol odaítélik a próúrbe és a díszpolgári díjakat. 16 órától kezdődik a megújított seregszemle, majd 17 órára várják a kicsiket és a nagyokat a főtérre, Szent Miklós püspök érkezésére és a tűzi játékra. Azt követően 17:30-tól kezdődik az örömzenélés, itthon élő és elszármazott zenészek közreműködésével, majd 20:30-től a tónidob perkució estet tartják a Művelődési Ház stúdió termében. Híreinknek szentelt figyelmüket köszönöm, a holnap esti viszontlátásra!